Üdvözöllek az Elmezaj hallgatói között, ismét itt vagyunk, ismét egy olyan vendéget hívtam, aki szereti kiverni a biztosítékot, borzolni a kedélyeket, pedig csak él. Egyszerűen úgy, ahogy ő azt szeretné, ahogy neki és a családjának jól esik. Szerintem ő nem a tömeget követi, hanem inkább a szívét, a megérzését, a tudását, na jó, néha biztos hallgat a feleségére is. De ez majd mindjárt kiderül. Az Elmezaj vendége Szántai Zsolt, egészség és spirituális mentor, hadgyermek édesapja. Szia Zsolt! Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Jók a megérzéseim, meglátásaim? Nagyjából helytálló volt, ahogy én így látlak téged? Picit túlzással, igen. Mi benne a túlzás? A túlzás az az, hogy valójában ahhoz, hogy az ember meghallja a belső sugallatait, ahhoz érdemes elcsitítani magát az elmét. Egyébként vicces volt, amikor mondtad a felvezetőbe, hogy Elmezaj vendége vagyok. Igen. Valóban az elmében túl sok a zaj. És ahhoz, hogy meghalljuk a lelkünk szavát, a mély belső intuíciót, ahhoz csendet kell teremteni ott bent. Te ezen dolgozol már jó pár éve, évtizede talán, hogy ez a csend, ez meglegyen. Mert én hát elég régóta ismerlek. Még NCI előtti időszakból. Az meg mikor volt? 2008-9-10, valahogy így talán. Nem mondom azt, hogy én ismerlek téged, de azért van egyfajta rálátásom talán az életutadra, abból a szakaszból, amit ugye elkezdtem követni. És azt láttam, hogy azért voltak ott mélypontok, hullámvölgyek rendesen. Ez igaz? Szerintem ez mindenki életében így van. Hullámmegyek, hullámvölgyek, ettől van fejlődés. Hogyha nincsenek hullámhegyek és hullámvölgyek, akkor az azt jelenti, hogy az ember nincs kívül a komfortzónáján, és valójában nem is fejlődik. Pedig azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk, hogy egyre magasabb tudatszintet érjünk el. Mióta lettél te ennyire tudatos? Mióta kezdtél el ennyire a fejlődés útjára lépni? Hát amikor megszülettem és kibújtam édesanyám pocakjából. Már akkor de már, úgy érzed? De már előtte is, az anyamékben, hiszen már ott is fejlődünk. És ezzel a csenddel, az elme lecsendesítésével most jelenleg szerinted hol állsz? Mikor hol? Néha jobban megy, néha kevésbé. De hogyha már pár pillanatra van egy belső csend, az valami csoda. Tehát azt mondod, hogy az adott pillanatot el kell fogadnunk, és nem egy ilyen vágyott célt kell kergetnünk. Nagy különbség van az ego vágya és a lélek mély törekvése között. Az ego az mindig többet akar, mindig birtokolni akar valamit, mindig meg akar valamit szerezni, és fikciókat állít fel, illúziókat, és akkor gondolja, hogy majd boldog lesz, hogyha mindezt megvalósítja és eléri. De valójában ez csak látszat boldogság, átmeneti, mint a tisza virág élete. Tartós mély békét és belső egyensúlyt és boldogságot csak akkor ér el az ember, hogyha a lelkét követi, a lelke hangját. Ahogy én említettem is, hogy én azt gondolom, hogy te inkább a saját szívedre, nevezhetjük léleknek, arra hallgatsz, a tudásodra, megtapasztalásodra, meg mondjuk a feleségedre. Mi a sorrend? Érdemes külön választani az érzelmeket, mert ezt gyakran összekeverjük a szívvel. És ugye sokan mondják azt, hogy hallgassunk az érzelmeinkre, hallgassunk a szívünkre, de valójában ez becsapás. Ez egy kicsit ez önbecsapás. Mert a gondolat az információ, az érzelem az meg maga az energia, de ez ugyanabból a forrásból származik, ami egyébként nagyrészt a tudattalamból táplálkozik. És a tudattalamban ugye van reaktív elmeműködésünk tárháza, amik tanult mintázatok alapján épülnek fel. Valójában ezt a környezetünk kondicionálta belénk, illetve hozott mintázatokat is cipelünk magunkkal. Ezek nem mi vagyunk. Azt hiszük, hogy mi vagyunk, de valójában nem. Ez egy automata reaktív működés. És ez befolyásolja a gondolkodásmódunkat, illetve az érzelmi állapotainkat is. És azt mondjuk, hogy ez vagyok én, de valójában ez illúzió. Na jó, de mégiscsak emberi lények vagyunk, érző lények vagyunk. Le lehet kapcsolni, vagy le lehet halkítani annyira az érzelmeket, hogy azoktól kvázi függetleníteni tudjuk magunkat? Meg kell tudni haladni. Na jó, de hát ez tényleg egy vágyott dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan már a fejlődés útjára léptek, a tudatosság útján vannak, ránéztek arra, hogy azért az élet több, mint hogy felkeljünk reggel, elvégezzük a dolgunkat, lefeküdjünk este, és akkor ez így menjen nap után. De azért ez még mindig csak a szűkebb réteg.
Különböző tudatszinteket lehet megkülönböztetni, és egyébként ebben nap mint nap hullámzunk is. Az egyik a tudattalan állapot, amikor az ember nem tudja, hogy nem tudja, és az ösztönei vezérlik, és effektíve hajtja a mindennapok megélhetéséért szükséges tennivalókat. Aztán a következő szint a én tudatállapota, amikor az ember egy picit már öntudatra ébred, és rádöbben arra, hogyha a személyiségét elkezdi fejleszteni és csiszolni, akkor egy kicsivel jobb életet teremtett magának, illetve akár a környezetének is. Tehát ez mindenkinek egy kicsit így kívánatosabb, illetve elviselhető lesz önmagával lenni. Tehát egy elviselhető személyiséget épít ki, csiszol ki, épít fel, hoz létre. De ennek megvannak a határai. És szerinted mindenkiben fel lehet ennek a vágyát éleszteni? Ez belénk van kódolva. De valakiből mégse jön elő. Mindenkiben valamilyen szinten előjön, mert mindenki a boldogságot keresi. Csak nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy valójában mi az igazi boldogság. Hát ez az, szerinted mi az, számodra mi az? A lélek kiteljesedése. Na, és ez megint egy megfoghatatlan dolog. Mit értesz ez alatt? Hogyha a boldogságot világi szempontból definiáljuk, akkor azt mondjuk, hogy konkrét célok felé való haladás, konkrét akadályok leküzdése és a siker feletti elmékedés. Ez egy definíciója úgymond a boldogságnak. Hogyha ezt spirituális tekintetben átfordítjuk, mondjuk én ezt spirituális szót azt nem annyira szeretem, inkább szellemi útra terelném így a hallgatóságot, akkor az a lélek hangjának a meghallása és annak követése és abból fakadó útra lépés. Azt mondtad, hogy nem szereted a spirituális szót, mégis spirituális mentornak tartod magad, vagy tituáltad magad? Ez csak egy titulus, egyébként semmi jelentősége nincsen. De van különbség a szellemi és a spirituális jelentése között, szerinted? Attól függ, hogy milyen tartalommal ruházzuk fel. A spirituális szó egy picit el van csépelve, el van használva. Ezért inkább egy mély szellemi törekvés, egy mély szellemi útra való haladás az, ami szerintem inkább teresebb, hogyha az ember erre hangolódik. Egyébként nagyon fontos szétválasztani a spirituális egót, illetve a valódi szellemi úton való haladást. Mert spirituálisnak lenni ma már divat. Mindenki spirituális szinte valamilyen nézőpontból, és ezt el is hiszi magáról, akkor még rosszabb állapotba kerül, mint előtte, mert azt hiszi, hogy ő külön, mint a többiek, mert ő már tud valamit. De ekkor van óriási csapdában. Az is egy csapda, hogy vegyünk téged, hogy egyre ugye tudatosabb vagy, egyre több mindent tudsz a lélek, a szellem szintjén, és éppen ezért követendő példa lehetsz másoknak. És akkor itt azért az ego nagyon be tud robbanni, hogy de jó, engem követnek, de jó, én példakép vagyok. És a kettő az végül is összeférhetetlen, hogyha a letisztult dolgokat nézzük, mert hogyha az ember minél tudatosabb, minél a szellemi, a tisztább úton van, akkor pont, hogy az egót nem tudja beengedni, de mégis, és akkor most nem téged nézünk mégis csak, hanem bárki mást, mégis nagyon be tud ez robbanni. Ezt érzékeled azért, nem? Abszolút. Másokra, úgy értem. Én is átértem ezt az állapotot, tehát ezt fontos megtapasztalni. De amikor az ember alázatot gyakorolva belátja, hogy valójában nem azt kapja az élettől, amit akar, sem azt, amit elvár, hanem azt, ami legjobban segíti a fejlődését, akkor egy kicsit más nézőponttal tekint ezekre a meglátásokra, állapotokra, és azt veszi észre, hogy itt valójában a felelősség az, ami egyre nagyobb. Tehát, hogyha valakit követnek, akkor egyre nagyobb lesz a felelőssége. Én is megtapasztaltam azt, hogy mekkora békét tud az adni, amikor ez a beletörődés, hogy nem biztos, hogy ez a jó szó erre, amit az előbb mondtál, hogy nem biztos, hogy azt kapod, amire vágysz, hanem azt, amit téged leginkább támogat, ami az utadat segíti. De hogy ezt elfogadni, ugye, az azért egy kemény feladat tud lenni. Ennek az első lépése a belátás. Belátása annak, hogy valójában egy intelligens univerzumban élünk, és mindennek nyoma van. Minden gondolatnak, minden érzelemnek, minden kimondott szónak és tettnek, és ez visszaad ránk. Ugye ezt más néven lehet mondani karmának is. Ugye ami van... szintén egy kicsit elcsépelt mostanában. Igen, igen, de egyébként ez az okokozat törvénye. Tehát, hogy minden, ami
kiárad belőlünk, az visszaad ránk és befolyásolja működésünket, illetve életünket. Igen, csak ez is egy akkora tudatos szint már, amikor én erre tudok figyelni a mindennapi életem során. Ugye, mert az odaig megvan, hogy ne árts, vagy ne tegyél azért olyan rosszat, ne legyél gonosz ember, ne tegyél szánt szándékkal olyan dolgot, ami a másiknak árt. Na de nem szánt szándékkal, mégis azért bántunk másokat. Ami csak utólag esik le, vagy utólag áll össze. Ez a reaktív elmeműködés, amikor az automatizmusaink bekapcsolnak. Erre érdemes rálátni. Ezért fontos szellemi úton járva gyakorolni. Sokat gyakorolni. Ezt a csenddel tudod elérni? Ennek a reaktív elmének a kikapcsolását? Vagy ez más technika? Például a csend gyakorlásával. De annak, hogy az első lépése az, hogy az ember tudatosítja egyáltalán, hogy milyen lakni ebben a testben. Milyen érzete van, amikor a testére hangolódik. Tudja minden porcikája, hogy hol helyezkedik el a térben. És aztán önmagát megfigyelve rálát saját gondolkodására, saját érzelmi világára. Mint hogyha egy mozivásznot, saját filmedet néznéd. Itt most a cél, ha jól értem, a megvilágosodás, ez is egy elcsépelt szó, de hogy nagyjából azt gondolom, hogy ez az, amit így jobban érthetünk, hogy az a csend, amikor így igazából bármi történik, te kizökkenthetetlen vagy, te vagy egy bizonyos boldog állapotban, vagy egy ilyen örök mosoly állapotában. Számomra ezt jelentheti a megvilágosodás, hogy mindenek felett állok, és ezt nem uralmi szempontból, bár igen, mert a saját érzéseimet és vágyaimat tudom uralni, de nem egy rossz és pejoratív értelemben értem ezt. Nagyon fontos, hogy itt nem egészen uralásról van szó. Mert az uralás az nagyon gyakran átmegy elfolytásba. Tehát, hogy ez a jóságnak a rögeszméje, amikor az ember már annyira tudatos akar lenni, és annyira jó akar lenni, hogy nem engedi meg magának azt, hogy rosszul érezze magát, és legyenek negatív érzelmei, legyenek negatív megnyilvánulásai, mert meg akar felelni saját maga elvárásának. Ez megint egy spirituális egócsapda. A spiri egónak az egyik megnyilvánulása. Itt sokkal fontosabb az, hogy lássuk a saját működésünket, merjük felvállalni a gondolatainkat és az érzelmeinket, és aztán tudjuk ezt elengedni. Te rajta szoktad kapni magad ilyen spirituális csapdákon? Persze. És persze. Az milyen érzés? Mert hogy elég maximalista embernek gondollak én, tehát hogy azért szeretnél már ott tartani, ahol szeretnél tartani, és hogyha mégis rajta kapod magad egy-egy ilyen bakin, akkor hogy vagy? Itt fontos gyakorolni az elfogadást, mind a világgal, mind önmagukkal kapcsolatban, hiszen mi is a világ része vagyunk. És ugye az elfogadás az azt jelenti, hogy felteszem a kérdést, hogy miért történik ez vele, mi ebben az üzenet, mit érdemes ebből megtanulnom, vagy másképpen csinálnom. Tehát képes vagyok nyitott kérdéssel fordulni saját magam felé, és elfogadni azt, hogy én is halandó ember vagyok, aki hibázik, elesik, és mindig feláll, és tovább megy, és ezáltal tapasztal és fejlődik. Szerinted meddig tudsz elmenni ezen az úton, a szellemi, a megnyílás, a csend útján? Azért csak van egy célod, hogy hova szeretnél elérni. Itt nincs megérkezés. Csak haladás van. De az is bizonyos szinteken azért, nem? Mint a Máriós játékban azért szinteket lépünk. Be lehet ezt skálázni. Dr. David R. Hawkinsnak a tudatszintje, és ugye ezek alapján működik, ami egy exponenciálisan növekedő skála, és annak a tetején ugye a megvilágosodás állapota van, de valójában nincs megérkezés, mert önmagunkban megérkezni nem tudunk. Mert minden, amit el akarunk érni, az már ott van bennünk. Évekkel ezelőtt, azt gondolom, nem túlzok, hogyha ezt mondom, láttam egy posztodat, ami hát nagyon megfogott. Arról szólt, hogy te így szépen megosztottad a napi rutinodat. Nem tudom, mennyire emlékszel rá. Volt pár ilyen eset. Igen, az egyik nagyon megragadott, mert hogy leírtad percre pontosan például a reggeleidet, hogy addig, amíg te ugye elkezded a munkát, addig te miket csinálsz. Most volt benne azt hiszem 5 perc tánc, igen, meg volt nem is. Tudom hány perc, nem tudom, éneklés. Tehát, hogy így olyan dolgok, amin így néztem, mondom, ezt nem hiszem el, hogy stopperral áll ez az ember, és leállítja a zenét, amikor tök benne van a bugiban, és akkor most lejárt, jó, akkor most áttérünk a másikra.
Tehát, hogy gondolom nem így működik, de hogy valahogy meg kellett fognod és le kellett írnod. Vagy így működik tényleg ez az 5 perc? Ez 5 perc az, 5 perc amaz? Nem ennyire sarkos, de van egy tervezés úgymond, hogy az időt hogyan tudjuk a legjobban kitölteni, hiszen az idő az egyik legdrágább erőforrás. Ugye ebben a földi létben van lehetőség magára a fejlődésre. Amikor a túlvilági létben vagyunk, akkor ott nincs fejlődés, ott felkészülés van a következő életre. Ezért embernek születni óriási lehetőség és egyben felelősség is. És ezért fontos, hogy ne pazaroljuk az időnket. És töltsük ki olyan tevékenységekkel, ami támogatja azt, hogy minél magasabb tudatszintet tapasztaljunk meg, és ezáltal áldássá váljunk a világ számára. Ezeket kikísérletezted, letesztelted magadon, hallottad, hogy a tánc az nagyon jó erre meg arra, na akkor kipróbálom. Tehát, hogy ebben mennyire volt megint csak a tudatosság jelen, vagy mennyire egy olyan, ami csak megfigyelted magad, és tudod, hogy neked mi a jó, hát akkor én minden reggel ezt megcsinálom, hogy nekem jól induljon a napom. Érdekes, mert ez, ahogy változik az ember, úgy változnak ezek a szokások is. Tehát most például teljesen más szokásokat gyakorlok, mint annó pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt én is inkább az én tudatállapotámban voltam, amikor az volt a cél, hogy minél jobb személyiségé váljak. Aztán ez utána összeomlott teljes mértékben. Bekerültem a határlakó tudatállapotba, amikor már egóból nem működnek a dolgok, és rádöbben az ember, hogy megvannak a maga határai. Rádöbben az okokozat törvényére, és arra, hogy sosem tud tökéletes lenni. És ilyenkor a régi működést el kell engedni, és egy teljesen új felé kell fordulni, ami már a lélek vezetettsége. Ez vezetett téged oda, ami miatt igazából hívtalak, mert ez a legbátrabb tett, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, amivel így találkoztam veled kapcsolatban, hogy egyszer csak jött egy poszt, bejelentetted, hogy te 49 napos elvonulásra mész. Ez a nyár kellős közepén volt nagyjából. Igen, nagyjából. Mitől lehet ennyire besokalni, hogy kilépj majdnem 2 hónapra, ott hagyd a családodat, amikor mindenki vakációzik, mindenki együtt tud lenni végre, és akkor jön Zsolt, és ő azt mondja, hogy hát én ebből most kilépek, oldd meg a feladatot, Enci, vagy nem tudom, hogy zajlott ez, valószínű nem így. De hogy mi vitt oda, hogy ideig eljuss? Ez egy hosszú folyamatnak a egyik kicsúcsosodott végeredménye. Valójában 5 évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy folyamatosan romlik az egészségi állapotom, és nem tudtam megfejteni, hogy mi ennek az oka, pedig ugye ez a hivatásom, hogy nap mint nap embereknek segítek, akár a táplálkozás, akár az életvitel, tudatos életmód tekintetében. És körülbelül 5 év kellett ahhoz, mire megfejtettük, hogy mi van ennek a hátterében, és ez egy nagyon erős fokú higanyterheltségre vezethető vissza, ami különböző neuropátiás tüneteket is okozott, mély depressziót, fáradtságot. Olyan szintre jutottam ezáltal, hogy naponta körülbelül 2-3 órát tudtam csak ébren lenni. Tehát azt éreztem, hogy teljes mértékben haldoklik a testem, és ez szó szerint így is volt. Annak ellenére, hogy mindenféle vizsgálat negatív volt, tehát a laborom tökéletes volt, voltam MR vizsgálaton, tremorometriás vizsgálaton, mindenféle műszeres vizsgálatokon, és semmit nem mutatott ki. Én meg egyre rosszabbul éreztem magam. És akkor több jel jött már azzal kapcsolatban, hogy el kéne vonulni egy kicsit a világtól, csak fogalmam sem volt, hogy hova menjek, és mennyi időre lenne szükségem ahhoz, hogy ezt megvalósítsam, csak volt egy mély belső sugallat, egy lélekhívás, hogy el kéne vonulni a világtól. Korábban csináltam már elvonulásokat, ez durván ilyen 1 hetesek voltak, ez a Büki erdőben volt, teljes csendben, és ott hihetetlen tapasztalatokra tudtam szert tenni. Ezek is ilyen egyedüli elvonulások voltak? Ezek csoportos elvonulások voltak. Ez ilyen 10-12 fős elvonulás volt vezetett mesterrel, és éreztem, hogy most valami másra van szüksége a szervezetemnek, a testemnek ahhoz, hogy megújuljon és újjá tudjon születni. Mert azt éreztem, hogy teljes mértékben újjá kell építenem az egész rendszert. Valami teljesen más működést kell megtapasztalnom, mint amit eddig csináltam. És az volt a vicces a dologban, hogy már 1,5 évvel ezelőtt jöttek a jelek, hogy merre kéne menni, csak nem vettem észre. Ugye az élet az soha nem szivatja az embert, csak tanítja. Csak általában ezeket a tanításokat nem veszük észre, vagy nem halljuk meg, mert túl okosak vagyunk, vagy túl hiúak vagyunk, vagy túl büszkék vagyunk, vagy egyszerűen csak túl nagy a zaj az elménkben. Szóval már 1,5 évvel ezelőtt belépett az ember az életembe, aki hívott valahova, hogy menjek el, és mondtam, hogy köszönöm szépen, majd ellátogatok egyszer csak. Ennek az embernek a neve utána újra felszínre bukkant, amikor éppen egy beszélgetésben voltam az egyik ismerős barátommal,
aki egyébként szakember, velünk együtt dolgozik, ő egyébként kineziológus, természetgyógyász, és látta, hogy nagyon-nagyon magam alatt vagyok, és kérdezte, hogy Zsolt, hogyha elcsitítanád az elmédet, és rángolódnál a szívedre, és meghalanád a lelked sugallatát, akkor mit mond, mit tegyél ebbe a helyzetbe? És akkor az, amikor így spontán felszabadul az emberből a válasz, elvonulék a világtól. És akkor utána elkezd az elme gondolkodni, hogy oké, de hova menjek, mit csináljak, menjek föl a Pilisbe egy pár napra, de attól még ott nem lesz nagy változás. És akkor megint jöttek jelek, ugyanannak az embernek a neve ismét felbukkant, meg már előtte is másfél héttel felbukkant, és megnéztem, hogy benne van-e a telefonomban a neve. Persze sose beszéltem vele telefonon egyébként, csak egyszer találkoztunk, mert ellátogatott hozzám egy táplálkozási tanácsadása másfél évvel ezelőtt, és benne volt a neve a telefonban. Újabb jel. Újabb jel. Hát mondom, akkor megcsörgetem, mi baj lehet belőle. Megcsörgettem, egyébként egy eléggé ismert és elfoglalt emberről van szó, tehát nem szokta csak úgy felkapkodni a telefont. Megcsörgettem, és egy csörgetés után felvette a telefont, és beleszólt, hogy szia Zsolt, miben segíthetek. Majdnem leestem a székről, épp egy bisztróba ültünk, és mondom, honnan tudja a nevemet? Ismeri a telefonszámot, emlékszik rám, hiszen csak egyszer találkoztunk, és elmondtam neki, hogy milyen állapotban vagyok, és akkor mondta, hogy pár nap múlva, akkor vasárnap, ez pénteken volt, vasárnap várlak szeretettel a templomomba egy beszélgetésre. De hogyha addig nem tud várni a dolog, mert érzem, hogy nagyon súlyos a helyzet, akkor akár előtte is tudunk találkozni. Két nap múlva ott voltam a templomba, és ott ültem vele szembe, és elkezdtünk beszélgetni. Bár nem kellett sokat mondanom, mert neki tükröző tudata van. Ez azt jelenti, hogy ő meghaladta az én szubjektivitását, és azt látja, ami tényleg van. És annyit mondott, hogy Zsolt, el kéne vonulnod a világtól. Mondom, ezt én is érzem. És hova menjek? Gyere ide, hozz egy sátrat. Itt van a templom mellett egy kert, egy fás, egy kis erdős rész, még mókusok is futkároznak, és akkor ott el tudsz lenni, én pedig mondom neked, hogy mi lesz a gyakorlati praxisod. Mondom, ez jól hangzik. Mit fogok enni? Az evéssel nem kell problémát csinálnod, mert főzünk itt naponta háromszor, úgyhogy az étel az biztosítva van, van fürdési lehetőség is, a gyakorlatokat pedig csak csinálni kell. Mondtam, hogy ez eléggé hív engem, és mégis mennyi időre? Hát minimum 3 hét, de inkább 7 hétre lenne szükséged. De ott volt a második pillanat, hogy majdnem leestem a székről. Mert ugye egy hetes elvonulásokon már voltam, csend elvonulásokon, amikor az ember teljes mértékben, mint analóg, mint digitális csendet gyakorolva kiszakad a világból, és nem tartja a kapcsolatot, még a szeretteivel sem. De ezt 7 hétig megtenni, azért az eléggé erős volt így elsőre. Többedikre is. Igen. És akkor ezt a 7 hetet te így megemésztetted, elfogadtad, és átvitted a családon? Nem volt választásom. Tehát azt éreztem, vagy ez, vagy meghalok. Szó szerint. És ebben ő is megerősített, ez az ember. Belenézett a szemembe, és annyit mondott, hogy Zsolt, ne sokat halogasd, mert túlvilági fény van a szemedben. Ajajajajajaj. Nem kellett nagyon noszogatnia, mert éreztem, hogy nagy a baj. Ugye ez azért lett döbbentő információ most így rólad, mert hogy, ahogy említetted is, ugye táplálkozás és egészséggel kapcsolatos tevékenységet végzel, ráadásul elég nagy neved van, tehát hallgatnak rád, követnek, amit csinálsz másoknak előnyére válik, tehát jó. És akkor itt van a vezetője ennek az egész felépített rendszernek, és kvázi haldoklik. Azért ez döbbenetes. És ez nem volt nyilvános, tehát hogy ugye ezt így kintről nem lehetett látni, hogy a Zsolt viszont szenved. Én ezt azért felvállaltam korábban is, mert úgy gondoltam, hogy ha ezt megmutatom, akkor ezzel nagyon sok embernek tudok segíteni, mert nagyon sokan kerülhetnek hasonló helyzetbe, mint egyébként én, és nem tudják, hogy mi ennek az oka. Egyébként magát a kálváriát ugye onnan lehet indítani, hogy ugye én 77-ben születtem, abban az időben még olyan gyermekkori oltásokat adtak, amit higannyal tartósítottak. Tehát ugye már ott kapcsolatba került a szervezetem a higannyal. Aztán ugye a mi korosztályunknak még alkalmaztak amalgám tömést, aminek bizonyos százaléka szintén higany, és a higany egyik legtoxikusabb mérgező anyag a Földön. Na de akkor most ez azt jelenteni, hogy az összes 77-es születésű, meg az összes amalgám tömésű kvázi ugyanúgy kéne, hogy érezze magát, de ez valószínű azért nincs így. Nem feltétlenül. Ugye az sem mindegy, hogy ezt az amalgám tömést milyen úton távolították el. Mert az szokott lenni a probléma, amikor elkezdik kifúrni az amalgám tömést, és felszabadul a higanygőz, amit ugye az ember belélegezés szétszórodik a testébe. De még egyébként ez sem lett volna nagy probléma,
csak mellette elkezdtem a nagy dózisú jótpótlást, és annak volt egy étrendkiegészítő javaslata. Ez egy készítmény, ez a N-acetilcisztein, ez NAC-nak van rövidítve, itt a COVID alatt egyébként sokan használták, és nem tudtam róla akkor még, hogy az félig kelátor. Ez azt jelenti, hogy képes megmozgatni a nehéz fémeket, de nem tudja kivezetni a szervezetből, és ezért felkeverte. És ezt 5 évig szedtem. Aha. Tehát kb. Így egymásra rakódtak ezek a dolgok, és ilyen halmozott állapot lett a vége. Mellette eltörtem 2 higanyos lázmérőt, és volt egy időszak, amikor 1 évig nem ettem húst, viszont elég magas a fehér igényem, és ezt hallal próbáltam kompenzálni, és naponta ettem tonhalat. Igaz, hogy a legjobb minőségű, de ugye abból is van metilhigany. Tehát ez így összességében beborította teljesen a rendszert. Szép történet. Igen. És ez is egy nagyon érdekes vonzata, és ez most egy picit ilyen outsider történet, hogy ugye mindent megteszünk zömében az egészségünkért. Odafigyelünk a testünkre, mozgunk, olyanokat eszünk, minőségit eszünk, ráadásul ti ugye egyénileg beállítjátok. Igen. Ugye a táplálkozást, tehát nem mindenkire ugyanazt húzzátok rá. Tehát tényleg annyi mindent megtesztek a saját magatok egészségéért, és akkor itt van egy tőletek kvázi teljesen különálló dolog, amire ugye végül is nem látnátok rá, hogyha veled ez nem történt volna meg. És akkor ott van, hogy mindent megtesztek, egészség, 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 és közben meg mégis ott a betegség, 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 és akkor ez a kettő tök ellentmondásos, amíg az ember nem ismeri az egész történetet. Ez a karma. Ezt így el lehet fogadni? Ha ellenáll az ember a karmájának, akkor a legrosszabb, amit tehet. Mert olyan, mintha az élettel akarnak harcolni és küzdeni. Csak vesztesként jöhet ki benne. Ugye a karmát azt azért kapjuk, hogy fejlődjünk. Van egyéni karma, van párkapcsolati karma, van családi karma, van csoportos karma. De ez mind azt a célt szolgálja, hogy haladjunk az úton, és egyre magasabb tudatszintre érkezzünk meg. És ez a működés, ez nem csak erre az életre vonatkozik, hanem előző életes tapasztalásokat is cipelünk magunkkal egy hatalmas puttonyt. És azt, hogy egy karma mikor aktivizálódik, az dönti el, hogy amikor megérkezett az ember arra, hogy képes legyen ezt feldolgozni. Te ráláttál erre a csomagra, amivel így rendelkezel? Így a karma csomagot érdemez alatt. Tehát, hogy így látod, hogy most hol tartasz, és még mennyi minden lehet rajtad? Inkább érzem. Uh-huh. Inkább érzem. A 49 napos elvonulás alatt ott bizonyos szinteken sikerült rálátni a tudat csendjébe. Ugye ott az volt a cél, hogy abszolút visszahozzuk a tudat mozdulatlanságát, a nem gondolkodó állapotot, és ezért voltak a napi gyakorlatok. Ami egyébként úgy nézett ki, hogy 4:40-kor volt ébresztő, 5 órakor mantra éneklés volt a templomba közösen, az ott lakó rezidensekkel, aztán utána egy 50 perc ülő meditáció, egyébként egy zen meditációt használtunk, vagyis hát egy zen templomba mentem. Utána a szertartásos reggeli, a többieknek munkafázis volt, nekem pedig belső munka, ami azt jelentette, hogy 40 perc ülő meditáció, utána 10 perc mantra séta, egy kis csikung gyakorlat, illetve 108 leborulás. És ezt kellett megcsinálnom naponta 5-ször. Ez ki is tette a napomat, mert ugye ezen kívül még ugye 11 órakor megint volt egy közös éneklés, mantra éneklés, aztán egy közös szertartásos ebéd, 6 órakor vacsora, aztán megint mantra éneklés, és megint közös meditáció. Tehát olyan napi 8-10 órát gyakoroltam, 49 napon keresztül. Na, ezt így ugye el tudnám viselni mondjuk egy hétig. A végén már lehet, hogy szorítanám a fogamat. Én egy nap után sikítva akartam az a szaladni, megmondom őszintén. Elhiszem. Abszolút elhiszem. És mi tartott vissza? A karma. Nem. Tudtam, hogy vagy ezt végigcsinálom, vagy elpusztulok. És mi volt az, ami ezt a sikító érzést ezt hozta? Tehát mi volt, ami ebben rossz volt neked? Fellázott az egóm. Uh-huh. Teljes mértékben. Tehát amikor az ember elkezd gyakorolni mély belső munkát, és a szellemi úton halad, akkor az az egótól elvonja az energiát és a figyelmet. És az egó ebbe úgymond megsemmisül. Bár az egó sosem tűnik el, tehát mindig ott marad valamilyen szinten. Csak ugye nem mindegy, hogy szolgáló, vagy pedig vezető. Az egó vezetni szeretne, de erre alkalmatlan. Az egónak szolgálatban kéne állnia, szolgálatba kéne mennie. A személyiség megnyilvánulása által a lelket szolgálja.
Tehát akkor az első napon már menekültél volna, mégis legyűrted a 49 napot. Gondolom óriási mélységeket tapasztaltál meg. Hatalmasakat. És kommunikáció se volt a családoddal? Semmi. Nem volt semmi. De tehát ők se tudtak róla, te se tudtál róla. Ők tudhattak rólam, mert volt egy kapcsolattartó, akivel tudtak beszélni. Meg ugye felügyelet alatt voltam végig, tehát biztonságban voltam, úgymond, mert a mester ott volt velem, és hozzá mindig fordulhattam, hogyha volt valamilyen megosztani való gondolatom, de egyébként 49 napon keresztül nem beszéltem. Tehát nem is beszéltél? Nem tehát is beszéltem. Ez egy ilyen csendfogalom is. Így van. Tehát ez az, amikor az ember digitális csendet fogad, az azt jelenti, hogy nem használ mobiltelefont, nem használ laptopot, nincs wifi, nincs internet, tehát semmilyen kommunikációs felületen nem érintkezik a külvilággal, illetve analóg csendet is használ, ez azt jelenti, hogy nem beszél, csak befele figyel. Ugye ez mind a meditatív állapot folyamatos fenntartását segíti. Illetve ugye az volt a fő cél, hogy az információt visszaalakítsuk bennem energiává, mert az elmúlt 10 évben rengeteget adtam kifele, és ezt most meg kellett fordítani. És hogyha nincsen gondolkodás, nincsen érzelmi hullámvasút, nincs felesleges fecsegés, akkor megfordul a folyamat, és az információ visszaalakul energiává, és betölti a rendszert. Én azért elég sokszor rajta kapom magam, hogy magammal beszélek, de hogy így hangosan is. Uh-huh. Ez normális. Ez se lehetett ott? Ennek ugye pont az volt a célja, hogy az ember rálásson arra, hogy mi zajlik benne és körülötte. Tehát tudatosnak lenni azt jelenti, hogy tudod, hogy mi zajlik benned és körülötted. Tehát tudatosan nézed a saját életmozidat a rendezői székből. És amikor ezt elkezded kívülről látni önmagad, meg a belső működésedet, akkor vagy képes elengedni bizonyos dolgokat. Először is meglátni, hogy egyáltalán ez zajlik bennem, te jó ég. És amikor ezt az ember tudatosítja, akkor nyílik meg a választás lehetőség, akkor ezzel mit kezdjek. Fontos, hogy sem represszív, sem szupresszív módon nem szabad elfojtani. Ugye nem szabad eszképizmus gyakorolva elterelni a figyelmet róla, illetve nem szabad kontrolláltan kirengedni a megélt dolgokat, hanem az egyetlen út az elengedés. És az elengedést gyakorolva tud az ember egyre könnyebben, egyre magasabb tudatszintekre emelkedni. De egyébként ez egy természetes folyamat, ami szinte magától megtörténik. Hogyha valakinek azt mondom, hogy ülj le, kapcsolt ki az agyadat, 45 perced van rá, ezt így szépen csináld, és ugye majd holnap is, meg ma amúgy még háromszor, akkor ezzel így nem tudunk mit kezdeni. Tehát ahhoz kell már egy szint, egy meditációs szintet elérni, hogy valaki tudjon csendben lenni, a gondolatait kizárni, vagy erre ott akkor kaptál egy képzést, vagy hogy mégiscsak hogy volt ez a gyakorlás? A napi feladataidat megtudtad, tehát hogy azt átadtad most nekünk is, na de ez így önmagában azért kevés így ezt működtetni. Ez végtelen egyszerű. Tényleg? Abszolút. Megint túl bonyolítom, ugye szokás szerint speciális női verziója az életnek. Alapvetően hajlamos mindenki ezt túl gondolni és túl bonyolítani. Pontosan azért, hogy ne kelljen elkezdeni és csinálni. Az ego megint. Tehát ez egy teljesen természetes védekezési folyamat. Nagyon egyszerű, ülj le egy székbe, tartsd meg egyenesen a hátadat, kezd el figyelni a légzésedet, koncentrálj az alsadba egy pontra, félig hunyd le a szemed, és a többit hagyd, hogy történjen. Legtöbb ilyen esetben úgy elalszom. Ez is egy védekezése az egónak. Ezért fontos, hogy ne fekve, hanem olyan ülő pozíciót válasszunk, ahol nincs megtámasztva a hát. Mert hogyha elkezdünk dölöngélni, akkor felébredünk. A másik, ami ilyenkor szokott történni velem, hogy jönnek a feladatlisták. Ezt kéne megcsinálni, meg azt, meg azt. Azt is elfelejtettem. Ilyenkor pörög a film. Ugye alapvetően egy hétköznapi működésben egy nyugati ember azonosul 100%-ban a gondolataival, azonosul 100%-ban az érzelmeivel, és azonosul 100%-ban a test érzeteivel. És azt mondja, hogy ez vagyok én. Na most mindez illúzió. Rendben, sokkal többek vagyunk. És ugye ennek a meditációs gyakorlatnak pont az a lényeg, hogy az ember rést hozzon létre a tudatában és a tudatában zajló gondolati, érzelmi és testérzeti mintázatok között. Rést? Rést. A magyar nyelv az csodálatos. Légy résen. Tudd, hogy mi zajlik benned és körülötted. Légy jelen. Ami megint egy elcsépelt kifejezés mostanában, ugye, hogy legyél jelen, amit szerintem nagyon nehéz megtenni, de te azt mondod, hogy egyszerű. Egyszerű, de nem könnyű. Pláne egy olyan embernek, aki egy ilyen nyugati társadalomban kondicionálva nőtt fel. Pedig nagyon érdemes ezt gyakorolni. Tehát a csend az a legnagyobb adomány, amit az ember megtapasztalhat. Ugyanis, hogyha az ember megtapasztalja a belső csendet, akkor rádöbben arra, hogy minden, ami anyagi, beleértve egyébként a személyiségük felépítését is, az mulandó, állandótlan
és üres. De mégis van bennünk valami, ami örök, állandó és teljes. Ez a lélek üdvössége. Tehát amikor az ember megtapasztalja igaz önvalóját, azt a halhatatlan lényt, aki mindig volt, mindig van és mindig lesz. Ami túlmutat minden testérzetem, minden fájdalmon, minden szenvedésen. Mély béke és belső nyugalom forrása önmagunkban. Szerinted mindenkinek el kéne vonulnia, hogy ezeket átélje, megtapasztalja, vagy mondjuk elvonulás nélkül is működhet egy-egy ilyen kis gyakorlás, ami azért tovább segítheti, vagy tovább lendítheti az embert? Ez attól függ, hogy milyen puttonnyal érkezett az adott lény ebbe a földi létbe. Milyen feladatokat vállalt magára, mielőtt leszületett volna ide. És ezt nem is biztos, hogy tudja mindenki ezt tudatos szinten. Nem tudjuk alapvetően. Tehát ebben sem vagyunk egyformák, hogy kinek mi az, ami úgymond felnyitja a tudatosság szemét. És pontosan ezért történnek a traumák. Tehát amíg az ember nem képes felismerni azt, hogy az élet szól hozzá, a lelkén keresztül is hívja valahova, hogy haladjon az úton és fejlődjön, mert nincs a tudatosságnak azon a szintjén, akkor először csak finom jelzéseket ad az élet, aztán erősebb jelzéseket, aztán nagy pofonokat, és a végén pedig akár egy komolyabb baleset is bekövetkezhet, vagy akár óriási veszteség vagy trauma. A jelek, amiről már beszéltél, igen, amik folyamatosan jönnek, csak nem, igen, feltétlenül értelmezzük őket. Igen, nem veszük észre. De ugye a belátás az abban is megnyilvánul, hogy tudjuk azt, hogy semmi sem történik véletlenül, és minden okkal zajlik. Minden. Tehát egy hihetetlen intelligens mátrixnak a részei vagyunk, ami egyébként végtelenül szeret minket. Olyanok vagyunk, mint egy sejt a szervezetbe, és a szervezet sosem akar saját sejtjének ártani. Azért vártad a 49. napot? Számoltam vissza a napokat, megmondom őszintén, de kettős érzet volt bennem egészen végig. Egyébként az első másfél hét volt a maga a pokol, tehát az óriási szenvedés volt, ott volt a legnagyobb egócsatáim. Aztán volt egy viharos éjszaka, az nagyon meghatározó volt, ott csak egy órát aludtam. Egyébként hozzá kell tenni, hogy előtte 10-12 óra alvás után is alig bírtam fölkelni. Másfél hét után úgy betöltődött az energiám, hogy 5 óra alvás után kipattant a szemem. Tehát, hogy működött az egész dolog. És másfél hét után pedig beléptem egy ilyen áramlás állapotába, egy teljes flóba. Ott szinte egész nap meditatív állapotban voltam 0-24-ben. És ott hihetetlen tapasztalások voltak. Belső csenden keresztül meg tudtam tapasztalni azt, amikor a lélek szól az emberhez. És olyan sugallatok jöttek le, hogy a következő 50 évre tudom, hogy mi a feladatom. Hú, erre sokan vágynak, szerintem, de nem biztos, hogy ezt a 49 napot be tudnák áldozni. Ennek megfelelően. Alapvetően nekem az a meglátásom, hogy sokkal nagyobb fókuszt teszünk a külső munkára. Mindig kifel akarunk megfelelni, és kifel akarunk teljesíteni, és attól várjuk a boldogságot, hogy akkor majd ezt elérem, és ezt megvalósítom, akkor jobb lesz. Nem lesz jobb. Ezek mind-mind csak illúziók és átmeneti örömforrások. Aztán elillannak, és utána mégis ott van a nagy semmi. És ez nem az az üresség, amiről én beszélek, mert az üresség az maga a teljesség, hanem ez a kiégett állapot, amikor az ember azt érzi, hogy valójában céltalan az élete. És mindig próbál valamibe belekapaszkodni, de aztán kihúzza az élet a lába alól a talajt. És aztán mindig valahogy elveszettnek érzi magát. Szóval sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a belső munkára. A belső munka, a meditáció, amit napi szinten érdemes lenne gyakorolni, aztán mantra éneklés például, vagy akár leborulást is lehet gyakorolni, hogyha valakinek ez teres. De ide tartozik egyébként az ima, az elmélyülés, a kontempláció, az imagináció, a jóga is ide tartozik például, de akár egy csikung gyakorlása is, vagy egy tai chi gyakorlás. Tehát minden, ami egy kicsit elcsendesít, egy kicsit a befele figyelmet erősíti, és az ego aktivitást csökkenti. És hogyha az ember ezt gyakorolja nap mint nap, akkor egy idő után elég jó állapotba tud kerülni. De ez még önmagában nem elegendő. Tehát amikor az ember elvonul több napra, teljes csendbe, vagy akár több hétre, akkor hatalmas változások tudnak bekövetkezni, amit másképpen nem tud megtapasztalni. Tehát egy ilyen elvonulás körülbelül 5-10 év fejlődését, az eszenciáját hozza magával, töményen. Na de ebből az állapotból kijönni, és visszajönni ebbe az óriási zajba, visszajönni a család szeretetteljes nyüzsgésébe, mert azért 4 gyerek, mégiscsak 4 gyerek. Hát így megértem a kettős érzésedet, hogy így
vártad is, meg nem is a végét ennek a 49 napnak. Nehéz volt visszajönni? Az első másfél hét volt maga a pokol, amit mondtam az egócsatával. A következő 5 hét az flowban telt, hihetetlen magas tudatszinten, és aztán az utolsó másfél hét az megint maga volt a pokol, amikor az ember már tudta, hogy nem sokára kijön a nirvánából, úgymond, ha lehet ezt mondani, és ott jobban bekapcsolt újra a gondolkodás, hogy vajon mi vár rám kint, hiszen nem volt semmilyen kapcsolat a külvilággal. Egyáltalán van-e még feleségem? Vagy már más karjában ringatják? Vannak-e még egyáltalán gyerekeim? Van egyáltalán vállalkozásom? Meg vannak-e a barátaim? Ugye, amikor az ember a világi életben kezd el visszafele lépegetni, és visszacsöppenni, és nem tudja, hogy mi vár rá, na az nagyon be tudja tekerni az embert. És az megint egy óriási kihívás volt, hogy ezt az ember meghaladja és elengedje. Valamilyen szinten egyébként sikerült. Ez volt az egyik. A másik, hogy akkora hatalmas adag muníciót kaptam, mind energetikailag, mind sugallatok formájában, hogy mit mondtam, a következő 50 évre tudom, hogy mi a dolgom. És ennek a megvalósításának a hívása, mert ez nem vágy, mert az annál sokkal több egy mély lelki törekvés, ez annyira erősen tombolt már bennem, hogy nagyon vártam azt, hogy visszamenjek, és nekifogjak a megvalósításnak. És egyébként nagyon nem volt könnyű visszajönni. Tehát az a Szántai Zsolt, aki elment 49 nappal azelőtt, az valójában meg is haltott. És egy teljesen új ember született. Hogy van ezzel az új emberrel a feleséged, a gyerekeid, a barátaid, a vállalkozásod? Nehezen. Nehezen. Nagyon fontos volt azt megtanulni, megtapasztalni, hogy egy másfajta tudati működéssel hogyan tudok integrálódni és kapcsolódni a világi léthez. És rá kellett döbbennem, hogy mindig annak kell lejönni a hegyről, aki felment. És nekem kell felépíteni azt a hídat, amin segítségével át tudom adni mindazt a tapasztalást, mindazt a tudást, ami nekem megadatott. Át kell ezt adnod? Ez az 50 év projektje? Benne van, igen. De valójában én nem vagyok mester. Nem vagyok tanító. Nem vagyok guru. Mindenkinek megvan a saját belső mestere. Én maximum csak irányjelző tábla tudok lenni, hogy merre érdemes menni a tudásom és tapasztalatom által, de valójában mindenkinek a saját útját magának kell megtalálni. És most ezt a hidat, ezt úgy is értetted, hogy hozzád kell egy híd most. Tehát amin keresztül újra elérhetnek ezt az új Szántai Zsoltot, téged. Nem, nekem kell hidat felépítenem. Hozzájuk. Hozzájuk. Így van. Tehát ők tudnak könnyebben csatlakozni hozzád, csak már neked van ezzel egy kis nehézség? Az volt a nehézség, hogy amikor az ember tudatosítja magában azt, hogy minden, ami anyagi, az mulandó, változékony és üres, és megszabadul a ragaszkodástól, legyen ez akár a saját teste, a saját gondolatai, a saját érzelmei, a saját élete, a saját világi lénye. Amikor az ember meghaladja azt, hogy nem ragaszkodik már a szeretteihez, nem ragaszkodik a pozíciójához, nem ragaszkodik a státuszaihoz, nem ragaszkodik az anyagi kötöttségekhez, hanem tudja élvezni a vanság szentségét, ahogy az maga puszta valóságában megjelenik, azt elég furcsa megtapasztalni másoknak. És ehhez nehéz kapcsolódni. Viszont ebben a világi életben vannak kötelezettségeid. Abszolút. Mert ezeket, oké, hogy egy darabig itt hagytad, de hát visszatértél hozzá. Így van. Ezt most akkor felemelve kell tovább vinned, vagy tudod ugyanazon a szinten vinni tovább? Nem. Azon a szinten nem, más minőségben. Nagyon jó példa erre mondjuk a párkapcsolat. Tehát az egyik legnagyobb démon, amire mondjuk ráláttam, az az, hogy mennyire ragaszkodom a feleségemhez, és mennyire félek az elvesztésétől. De ez baj? Nem baj, csak a szenvedés forrása. Aha. Bajnak nem baj, csak érdemes meghaladni. És ugye ezt tetézte bennem az, hogy 5 év alatt eléggé romlott a teljesítményem. Mind a mentális, mind a fizikai. Nem tudtam ellátni már a fér szerepemet abban a minőségben, az apa szerepemet, a barát szerepemet, a vállalkozó szerepemet, a cégvezető szerepemet, az egészségmentori szerepemet. Tehát minden csak egyre nagyobb szenvedés és egyre nagyobb erőfeszítés és egyfajta kilódás volt. És a végén azt éreztem, hogy nem vagyok jó és alkalmas semmire. És ugye ez a férfi minőségemet is nagyon-nagyon leépítette. Na most ebből fakadó félelem egyenes arányban felerősödött, hogy egy ilyen nőnek, aki a feleségem, és ugye ez is megint a birtoklás, hogy feleségem. Igen.
Tehát ez megint egy ego kifejezés egyébként. Szóval, hogy kell-e még egyáltalán neki? És ilyenkor persze a félelmek ugye urá lesznek a tudatterében, és rendesen birkóztam ezekkel, amíg meg nem tanultam ezt elengedni. De azért örömmel fogadott a család. Abszolút, persze. És az volt egy óriási segítség, amikor kiviláglott bennem az, hogy hogyan lehet ezt egyensúlyba hozni. És ennek a titka, hogy a kapcsolatainkat úgy érdemes felépíteni, hogy feltétel nélküli szeretettel szőjük egy olyan felelősségteljes köteléket, ami mentes a ragaszkodástól. Hát ehhez kell egy szint, hogy ezt te tényleg meg tud tenni. Mert gyönyörű az elképzelés, meg ez a mondat. Csak hát ezt ugye meg is valósítani, az nem könnyű. Erre való az élet. És erre kapjuk a jeleket, és az egyéb iránymutatásokat. Tehát a belső munkát az úgy lehet egy hasonlattal elképzelni, meg egy akár egy elvonulást is, ami egy intenzív belső munka, mint amikor a boxoló naponta lemegy edzeni a boxterembe, és megtanulja a mozdulatokat, megtanul zsákolni, megtanul pontkesztyűzni, és aztán amikor felmegy a ringbe, és ott van vele szembe az éles ellenfél, az maga az élet. Hogy akkor ott mutasd meg, hogy mit tanultál, mit gyakoroltál eddig. Mi az, amit meg tudtál tartani ebből az elvonulásból? Nagyon nagy szerepet szentelek a gyakorlásnak. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a belső munkát azt napi szinten az ember ténylegesen építse be az életébe. Mert hogyha most ezt nem így tennéd, akkor vissza lehet zuhanni ugyanabba az állapotba, mint előtte voltál? Minden magasabb szinten van valaki, annál nagyobb a tud esni lefele. Milyen igazság ez? És hogyha elhiszed, hogy nagyon magasan vagy, akkor biztos, hogy leesel. Tehát akkor napi szintű gyakorlás, így persze van. Nem olyan intenzíven, mint ott az elvonuláson. Hát most napi 2 órát gyakorlok. És olvastam, hogy alig alszol. Ez nem teljesen így van, azért, hogy 6-6,5 óra megvan. Meg délután szoktam még szundítani 1,5 órát. De egyébként minél magasabb tudatszinten működik valaki, minél erőteljesebb benne a belső csend, annál magasabb az energiaszintje, és annál kevesebb alvásra van szüksége. De tényleg 9:30 este le tudsz feküdni, és 3:30-kor kelsz éjjel? Ez nálunk nem bonyolult, mert a gyerekeket le kell tenni 9-ig, és velük együtt elalszom én is. Aha, hát így könnyű, igen. Mert nálunk ugye úgy van, hogy még kicsik a gyerekek, és a hálószoba ki van pakolva, nincs benne ágy, hanem egy matracszobának van berendezve, és ott alszunk mind a 6-an. Ó, azt a mindenit. Ami néha több, mint izgalmas. Szóval általában a gyerekekkel fekszem, és azért kelek egyébként rendszerint 3:30-kor, hogyha egyébként magamtól szoktam, mert 4:10-től van egy mantra éneklős gyakorlatom, ez 40 perc, amit onnan a templomból hoztam, hogy ezt fogom csinálni, és 5 órától pedig már vezetett meditációt tartok a online térben. Ez az elvonulás óta van, vagy már előtte is csináltál ilyet? Sokszor tartottam vezetett meditációt, de azóta ezt rendszeresen csináljuk, augusztus utolsó hete óta. Egy kisebb csoportnak. Szóval 5 órától már dolgozom, úgymond. Aztán van egy gimnasztika, és akkor 6:30-kor van vége, és akkor utána indul a reggeli móka, vinni a gyerekeket suliba, oviba, készülni. Szóval, hogyha előtte nem csinál meg a mantra éneklést, akkor később erre már nincs lehetőség, és aztán ugye 9-től általában én is dolgozom, olyan délig, aztán utána jön a ebédszünet, utána egy kis csendes pihenő, és akkor a csendes pihenő után gyakorlom újra a zen meditációt, illetve szoktam leborulásokat csinálni, az szintén egy ilyen 1,5 óra, és utána újra indul a nap délutánnal, újra munka, egészen 6-ig, 6:30-ig, és akkor utána ismét a család. Mennyi ebben a szabadságod, a szabad tered? Nagyon-nagyon tudatos ez a beosztás. Tényleg, jó, azt mondtad, hogy nem percre pontos, de hogy nem, azért, persze. Hát azért, na, elég feszes. Hova fér be a lazítás, a szórakozás, én idő, mondjuk az a meditációba bele lehet akár rakni, de a ti időtök, a pároddal együtt töltött idő, hova, hol, hogy? Ez nekünk nagy kihívás egyébként, és tudatosan igyekszünk erre minél nagyobb fókuszt tenni, mert egy kapcsolat minőségét az együtt töltött minőség idő mennyisége befolyásolja a legjobban. Ráadásul egy házasság az egy olyan oázis lehet, amit a beszélgetések patakja éltet, hogyha azok vannak. De ez ugye pedig idő és tér kell, tehát ezért fontos a kapcsolódás. Igen. És mivel még tényleg kicsik a gyerekek, ugye Emilia 3 éves, Szilárd 5 éves,
Melinda 8 éves, Szofika pedig most lesz majd márciusban 10 éves, tehát még azért kicsik a korkülönbségek is, illetve elég sűrűn jöttek egymás után, plusz nekem még van előző kapcsolatból még két nagyobb gyermekem, tehát bőven van mire nézni. Így azért nagyon nehéz minőségi időt szentelni egymásra, de fontos. És mivel én ráadásul pacsirta típus vagyok, tehát korán fekvő, korán kelő, Enci a feleségem viszont bagoly típus, ő későn fekvő és később kelő, ezért nem nagyon találkozunk. Tehát nem nagyon van közös keresztmetszet, és ezért tudatosan kell napközben betervezni olyan időegységeket, amikor mondjuk le tudunk ülni beszélgetni, vagy kapcsolni tudunk egymáshoz. És mondjuk a gyerekek az óviban meg a suliban vannak. Mondjuk ezt nagyban segíti a vállalkozói lét, amikor az ember ugye maga osztja be az idejét természetesen. Igen. De azért nyugtass meg, ez nincs így a naptárba beírva, hogy nincs, most pedig nincs, ez. Nincs beírva a naptárba, de tényleg nagyon nagy vállalások vannak rajtunk. Ezeket tudatosan mi választottuk. Hát eleve a 4 közös gyermek is egy óriási vállalás. A vállalkozás vezetése, felépítése, nap mint nap a szolgálat, a benne lévő tevékenységek végrehajtása is egy óriási vállalás. És emellett viszont fontos megtartani valamilyen szinten az egyensúlyt, ami néha jobban sikerül, néha kevésbé, de ez nagyon nagy fokú tudatosság szükséges. Hát a tudatosságról most volt szó bőven, így a veled folytatott beszélgetésben. Volt szó a csendről, az egyensúlyról, a mély pontokról, az 50 éves tervről, amivel hazaérkeztél. Hát kaptál rendesen egy csomagot, de el is engedtél egy durva csomagot, mert most már azért ez a túlvilági fény, ez most nem lebeg a szemedben. Jobban vagyok lényegesen. Tehát mondhatni, hogy az elvonulás alatt 70%-ot visszatöltődött az energiaszintem, és abból egy olyan 50% megmaradt, viszont nagyon fontos arra, hogy figyeljek, hogy ne toljam túl a rendszert. Tehát a higany terheltség az még most is ott van, bár már csinálom ugye a nehézfém kivezetést, de az egy másfél-két éves folyamat, mire az az ember túl van, és ráadásul után pedig kell egy regeneráció, mire a szervezet ezt kiheveri, ha egyáltalán ki tudja heverni. Tehát önmagamhoz képest úgymond félgőzzel működök most is. Hát de van 50 éved a következő feladataid végrehajtására, úgyhogy igazából a félgőzből még lehet teljes gőz. Igen, mert teljesen más az, amikor az ember reggel fel kell, és tudja, hogy miért kell fel. Tudja, hogy mi a dolga, mi a szolgálata, és mi a helye itt a világban. És nem csak úgy tengleng van, vagy túlél. Márpedig Szántai Zsoltnak van helye a világban, remélem, hogy még jó sokáig, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nekem megtiszteltetés, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál. Az Elmezaj vendége Szántai Zsolt, egészség és spirituális mentor, 6 gyermek édesapja volt. Találkozzunk 2 hét múlva ugyanitt.